Együttműködő partnerünk a Coop üzletlánc. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Bolt Túra sorozatunkban. Bemutatjuk azokat a helyeket, ahova Önök vásárlóként egyébként nem jutnának be az áruházakban. Ezek a pultok mögötti részek, a raktárak, és azt is megnézzük, hogy a koronavírus után hogyan változott a helyzet, milyen biztonsági előírásokat alkalmaznak ezekben a nagy áruházakban. Mi már felvettük a maszkot és a kesztyűt, tartsanak velem! Mai Bolt Túránkon megnézzük, hogyan lehet dolgozni mínusz 18 fokban. Kiderül az is, mikor indulnak a kamionok, hogy a lehető legfrissebb áru kerüljön a polcokra. Utána járunk annak is, hányszor fertőtlenítenek a boltokban a koronavírus megjelenése miatt. És megmutatjuk azt is, mennyire változott meg a frontvonalban dolgozó eladók élete. A raktár látogatási túránkat itt az áruátvevő helyiségbe kezdjük. Akkor mindjárt először arra szeretném kérni, mivel nálunk szigorú élelmiszerbiztonsági rendszer működik, ez a közismertebb nevén a HACCP rendszer, hogy egy kézmosást a szabályoknak megfelelően végezzen el. Tehát ezen nincs csap. Igen, pontosabban így van. Hogy nyitok itt meg vizet? Így van, hát van olyan kar, amit lábbal kell működtetni. Ez is a higiéniás rendszerünknek egy fontos alkotóeleme. Mindjárt megőrülök. Hogy kézzel nem kell a... Hideget és meleget is tudok így, így térdmozdulattal? Így jó. Van. Ott van a kézmosó folyadék. Igen, ezt nyomom? Meg kell nyomni, így van. És aha, lábbal kell működtetni. És lábbal működtetem. A kart. És akkor még ezzel is. És azt is célszerű, egy kicsit nyilván összedörzsölni, ahogy az alkoholos kézfertőtlenítés szabályait mutatja a piktogramunk is. Nem is és tudom. Szinte már be is mehetnénk a raktárba, csak hát ugye egy hűtőraktárt fogunk meglátogatni, ahol plusz 2 fok van, úgyhogy célszerű védőöltözetet is ölteni. Most a plusz 2 fokos légtérben vagyunk, viszont van nekünk egy speciális kamránk. Jó, revidiálom a nézetemet. Az előbb azt mondtam, hogy a plusz 2 fok nem olyan hideg, de hideg. Elég hideg, de most megnézzünk egy másikat, ahol a fagyasztott, a Mirelit termékeket, a jégkrémeket tároljuk és komisiózzuk. Itt mínusz 18 fok van, most itt egy kicsit benézzük, de csak nagyon rövid időre, mert igazából ez a védőfelszerelés ahhoz a hőmérséklet, ez nem megfelelő. Jó, én innen várom, mi jön ki onnan, jó? Oké. Okay. Már a levegő, ami kijön, az kellemes. Egy nagyon durva, hideg levegő csap meg, ahogy kinyitották már az ajtót, mert maszk le is akar jönni róla, olyan hideg van. Én beljebb nem nagyon akarok venni. Jó, itt hát, mik vannak, Zsolt? Hát itt gyakorlatilag most azok a konténerek vannak, amiben a termékeket kiszállítjuk az üzletekbe, ugye fagyasztott árut speciális konténerbe pakoljuk, és így történik a kiszállítás. Azt kell mondjam, hogy ez a plusz 2 fok, ez az előbbi mínusz 18-hoz képest, ez már egy nagyon meleg, de nem tudom, hogy mennyi ideig bírják ki itt az itt lévő emberek, mennyi ideig dolgoznak itt emberek? Hát ugye a speciális szabályok vannak megszabva, mind a mínusz 18 fokos, mind a plusz 2 fokos munkavégzéshez. A mínusz 18 fokban minden órában kell szünetet tartani a dolgozóknak, amikor a melegedő helyiségbe ki tudnak menni. A plusz 2 fokos légtérbe is olyan szabályrendszert alkalmazunk, hogy 2 óránként legalább szünetelni tudjanak a kollégát. Mit hoztak most? Most gyakorlatilag a friss hús érkezett meg a raktálunkba. Miben más itt a higiéniai előírás? Nagyon meg kellett mosni a kezem, oké. Okay. Igen. Sok szempontból megegyeznek a szabályok, de nyilván itt pont a friss húsok kapcsán egy nagy élelmiszer biztonsági kockázattal rendelkező termékek forgalmazásáról, raktározásáról beszélünk. Tehát nyilván sokkal jobban oda kell figyelni, speciális szabályok vannak, amiknek a betartására figyelni kell. Amit mindenképpen megemlítenék, hogy ugye ezek a termékek, mint látszódik, ládában, göngyölekben vannak. Ezek a termékek tisztán érkeznek be a vágóüzemekből, viszont az üzletekből természetesen az a láda már koszosan érkezik vissza. Nekünk minden ilyen visszaérkező göngyöleget
teljes ládát, húsos ládát, speciális ládamosó berendezéssel, 60 fokon, magas hőfokon, és vegyszeresen tisztítanunk kell. Ami ide bejön, azok közül melyik termék az, aminek a leggyorsabban ki kell kerülni az üzletekben, a hús? Ide csak friss hús jön, csak be, friss hús jön és be. A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy ami ma beérkezik ide, az a mai nap került levágásra a baromfi esetében, a sertéshús esetében pedig a mai napon darabolta a húsüzem. Tehát a lehető legfrissebb áru érkezik be, ugye most délután van, ezek a termékek, amik beérkeznek, az éjszaka folyamán kikomisiózásra kerülnek, és hajnalban már az üzletekbe indulnak a terítőjáratokkal ezek a termékek. Naponta csak nem 40 tonna hús érkezik ebbe a kecskeméti raktárba. Ez a Coop üzletlánc 5 regionális logisztikai központjának egyike. Az 5 nagy raktárban csak nem 1000 ember dolgozik, sokan 3 műszakban, hogy a lehető legfrissebb áru kerüljön a boltok polcaira. A beszállítóktól érkező húsokat például már másnap hajnalban viszik is az üzletekbe. Most már nagyjából a szokásos mennyiséget, de az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésének első heteiben ennél 2-3-szor is többet szállítottak. Szamosi igazgató úr volt olyan könnyelmű és elárulta, hogy hol van itt a kincs ebben a hűvös raktárban, megmutatom. Élesztő, ez mind élesztő. Egy ilyen dobozban van 50 darab, darabja 80 forint, de ennek nem is a valódi érték, hanem az eszmém értéke óriási, úgyhogy ha nem néz ide, akkor én pár dobozzal összeszedek. Csak egy baj van, hogy össze vannak ragasztva a dobozok, úgyhogy lehet, hogy mégis inkább itt hagyom, legfeljebb kérek tőle egyet. A hűtőraktárak mellett csaknem 15 000 négyzetméteren tárolják az úgynevezett száraz árut, például a lisztet, cukrot vagy az italokat. Naponta csaknem 500 tonna áru megy ki innen a boltokba. Több mint 200-an mozgatják a raklapokat. Most már hetek óta, ahogy az előírások megkövetelik, maszkban, kesztyűben. Mivel zárt térben dolgoznak, ügyelnek arra is, hogy egymástól megfelelő távolságot tartsanak. Hol vagyunk most Eszter? Az Alföld Prokop ZRT szárazáru raktárában vagyunk. Innen történik az általunk ellátott 400 üzletnek a szárazáru ellátása. Ez mit jelent ez mennyiségre akkor? Ez akár kamionba, tonnába, kilóba, nem tudom, hogy lehet ezt kifejezni? Tehát ez rengeteg áru van itt. Igen, itt a raktárkészlet az közel 1,5 milliárd forint, az a jelenlegi készletünk. Ez azt jelenti, hogy naponta csak szárazáruból beérkezik 20-25 kamion, és ugyanennyi áru megy ki ebbe az általunk ellátott 400 üzletbe. És mennyi idő alatt történik ez? Tehát, hogyha például mi volt most a koronavírus idején, ugye lisztből kellett nagyon sok, a cukrot vitték nagyon, ezek hogy működtek mondjuk ebben a válsághelyzetben? Hát ebben az időszakban ezekből a termékekből, amiket említett, liszt, cukor, olaj, élesztő, stb. Ezek a legjobban felvásárolt termékekből az 5-6-szoros mennyiség is kiment egy nap, mint mondjuk az átlagos időszakban. Tehát ez ahogy beérkezett, úgy szállítottuk is tovább, és ezekből a termékekből a gyártók nem tudták kielégíteni az országban jelentkező igényt. Úgyhogy ezek ahogy érkeztek, úgy szállítottuk. Jó, de hova tették? Ki. Tehát ha ezt a hatalmas mennyiséget volt helyük rá? Hát igen, ez egy 15 000 négyzetméteres raktár. Itt nyilvánvaló, hogy vannak háttérraktárak, ahol ezt az árut tároljuk. Ez a komisiózó rész, tehát itt annyi áru van, ami az egy-két napi kimenő mennyiség a boltok rendelése. Ez azt jelenti, hogy amit mondjuk én ott a legtetején látom, az legalább két naponta kicserélődik? Igen, igen, gyakorlatilag igen, nyilván termékektől függően, de itt csak annyi árut tárolunk, amennyi az adott napoknak a igénye. Hamarosan megnézzük, hogy a karanténos bevásárlólisták alapján milyen termékekkel teltek meg a kosarak. De előtte még megmutatjuk, hogy a raktárban miért került egy gumikacsa egy békára.
ezt a kart letolva, igen, igen. És fel kell pumpálni. Fel kell pumpálni, mennyire csak nagyon éppen? Jó, hát hogy elemelkedjen a föld színétől. Már elég? Még egy kicsit, mert ne akadjon el. Jó, és meg lehet húzni. Mi a maximum súly, amit egy ilyen békával meg lehet mozdítani? Hát mi 960 kilót, 1000 kilót mozgatunk meg. Maximum. Ezzel a békával? Igen. Mikor kerülhetek át a legnagyobb, legmodernebb targoncára? Amikor hát, oda fölnyúlnak magasra? Ha megszerzi a megfelelő képesítést, mert nincs érvényes emelőgépkezelő jogosítvány, és annélkül nem lehet használni semmilyen emelőgépet. Úgyhogy csak békával lehet elkezdeni. És ez milyen cél szolgál? Ez hangjelzést ad a körülöttünk dolgozóknak. Aha, hogy vigyázz! Vigyázzat! A Kecskeméti Központban nagyjából 50 kamiont pakolnak ki és ugyanennyit be naponta. A megrakott teherautók hajnali 2-3 óra körül indulnak az áruházakba. 450 boltot látnak el áruval. Az üzletláncnak összesen 2300 boltja van, csak nem 1500 településen. 20 ezer dolgozójuk naponta 1,5 millió vevőt szolgál ki. Itt az egyik Jászberényi üzlethez érkezik áru. A higiéniára most a korábbiaknál is jobban ügyelnek. Szinte minden termék csomagolva érkezik. A friss hús csak a minőség ellenőrzés után kerülhet a hűtőpolcokra. A friss pékárút a járvány kitörése óta porciózzák és zacskókba csomagolják, hogy válogatás közben ne érjenek hozzá a vásárlók. Az utánpótlás minden termékből folyamatos. Ezt láttuk az áruház raktárában is, ahol a kereskedelmi igazgatóval beszélgettünk. Itt vagyunk a raktárban, jönnek, mennek az áruk napi szinten, óra szinten. Mit tapasztal? Miből fogyott a legtöbb? És most ne a WC papírt és az élesztőt mondja, mert gondolom, hogy abból most dupla készletet rendelek. Tényleg mennyit rendelnek ezekből a termékekből? Az a helyzet, hogy nem fogyott pont az élesztőből, meg a WC papírból sok, mert nem tudtunk eleget utána rendelni. Tehát a legnagyobb probléma ugye az volt itt a járvány kitörésekor. Egyébként mi azt tapasztaltuk, hogy a hústermékek iránt nőtt meg a kereslet rettentően, illetve a másik az ilyen nehéz vegyi és az alapvető élelmiszerek iránt nőtt a kereslet. És nagyon érdekes volt egyébként tapasztalni azt, hogy először a fővárosban, nagyobb városokban, majd egy hét is eltelt, mikor a vidéken, mondjuk Békés megyében észleltük ezt. Tehát az emberek viselkedése borzasztóan érdekes, hogy a nagyobb városban jobban megindult egy ilyen tömeges felvásárlás, még a kisebb települések később jutott el. Igazgató úr, hogyha most egy színdarabot néznénk, akkor egy kicsit a kulisszatitkokba avasson már be minket, amikor legelőször megjelentek, hogy milyen termékek lesznek hiányban, vagy vannak hiányban, hogy akkor hogyan lettek úrrá a helyzeten, hogy itt képzelek fejveszett telefonálgatás egyik helyről a másikra, most erre van igény, akkor ebből most 4 kamion legyen egy helyet, vagy hogyan kezdtek úrrá lenni mondjuk a hiányon, és ezen az hogy kell elképzelnünk? Hát ezt az elképzelés az teljesen így van, hogy az ember akkor elkezd rendelni, keresni árut. És hát egy szörnyű dolog azért jelentkezett, az, hogy mindenki elkezdte emelni az árát. Tehát például ez a maszk, amit most mi viselünk, ez korábban 80 forintért lehetett kapni, most meg 250-500 forint, de hallottam olyat is, ahol 1000 forint fölött értékesítették. Tehát borzasztó az, hogy ez a hiány egyrészt megemelte az árakat, és szinte minden beszállítónk próbált árat emelni, amit nagyon nehéz a vásárlókkal kommunikálni. Ha most belenéz egy vásárlói kosárba, és akár nem tudom, hogy nagyon különbözik-e ez életkortól, hogy az idősebbeknél, a fiatalabbaknál, mit lát, milyen változások vannak, mi az, amiből bevásárolnak? Például a kiszerelt termékeket, a helyben sütött termékeket, a finom pékárukat, a cukrás süteményt, amit tálcán is adunk, azokat nem merik megvásárolni az emberek, tehát ezek hiányoznak a kosarakból. Nagyon látványos például azoknak az üzleteinknek a forgalmi visszaesése, amelyek főközlekedési utakban vannak, iskolák mellett csomópontokban. Tehát azok a szendvicsek, sütemények, amelyeket 10 óraira vásároltak, vagy a munkások vásároltak, ezek mind hiányoznak a kosarakból. Hamarosan bemutatunk egy eladót, aki azt is elmondja, hogy bizony a nagy rohamnál néhány könycseppet is láttak a raktár falai.
Előtte azonban megkérdezzük, mit szólnak a vásárlók a változásokhoz. Betartjuk azt, hogy 9-től 12-ig lehet jönni vásárolni, de megoldja a család, tehát csak akkor jövünk, ha nagyon fontos. Uh-huh. Azt látom, hogy mindenféle dolog van, kesztyűk vannak, maszkok vannak. Igen, tehát fertőtlenítő nélkül, maszk nélkül, kesztyű nélkül nem jövünk ki. Az utcára hazamegyünk, ezt rögtön mossuk, mert ugye húsboltban voltam, megfogod, véres lesz. Tehát tényleg nagyon odafigyelünk mindenre. Hát én vásárolok, mert én fölteszem a maszkot, azt eljövök. Nem. Volt, hogy megijedt és többet vett valamiből? Nem. Miért nem? Hát mert nem. Lisztet vettem, mikor kezdődött ez az összes, úgyhogy azt egy darabig nem kell vennem. De mennyi lisztje van most otthon? 10 kilót? Hát olyan 8 kiló még van. Amikor ment ez a mindenki felvásárol, fölösleges volt, mert minden ugyanúgy van. Uh-huh. Én nekem nem. Eljövök az adott időben, amikor nekem szabad jönni, megveszem, amit kell, nem minden nap. És nekem nem változott semmi olyan, hogy most ezt nem lehet neki bírni. A dolgozóknál az elmúlt hetekben a munkaruha részévé vált a maszk és a gumikesztyű. A pénztárosok elé plexifal is kerül, hiszen naponta több száz, vagy akár több ezer emberrel is találkoznak. Az eladók többsége nő, édesanyák és nagymamák. Sarolta egy 6 éves kisfiú és egy 8 éves kislány édesanyja. Itt a munkahelyeden hogyan változott meg az életed, mióta a koronavírus általi szigorúság életbe lépett? Mit a gyakorlatban mit jelent? Maszk, kesztyű van, azt látom. Sokkal jobban odafigyelünk a fertőtlenítésre, ez eszközökben, a magunk higiéniájára is sokkal. A kesztyűkre nagyon figyelünk, hogy folyamatosan cseréljük, a maszkra, hogy minden reggel másikat vegyünk. Van olyan, ami fertőtleníthetünk, de van olyan, amit eldobós, tehát mindig kapunk újakat, új eszközöket, és erre figyelünk jobban, hogy jobban fertőtlenítsünk. 6 órán keresztül gumikesztyű van rajtad, milyen? Nagyon rossz. Kellemetlen, kikezdi a kezeinket, folyamatosan próbáljuk, persegések vannak rajta, de ezt kell tennünk. Van olyan, aki a maszk teljesen kikezdi, vannak olyan emberek is, akinek ez már a bőrén látszik, de ez van, ezt kell csinálnunk. Ha innen a boltból kilépsz, akkor miben változott az életed otthon? Hát nekem nagyon sok minden, mert idős hozzátartozóim vannak, úgyhogy én vásárolok mindenkinek, én mozgok csak a családból, úgyhogy én, hogyha hazaérkezem, ott is ugye a fertőtlenítés, ott is a ruhaváltás, és akkor ott is próbálunk jobban odafigyelni mindenre, és indul a másik műszakom a gyerekekkel, akiket nem tudunk ugye kimozdítani, hanem teljesen be vagyunk zárva ugyan egy kertes házba, de azért sokkal-sokkal nehezebb így. Hogy bírod ezt energiával? Hát nehezebb, sokkal nehezebb azért az életünk azóta, mióta beindult ez az egész, tehát nem egyszerű, de azért próbálunk apró örömöket találni a családunkban, meg abban itt a munkatársaim is azért elég jó hangulatba szokott elni a mindennap. Próbálunk azért ahhoz képest, amilyen az elején azért nagyon nyomasztó volt ez az egész, amikor elkezdtek jönni az emberek a maszkokban, és az elején tényleg szörnyű volt, de most már egyre jobban hozzászoktunk ehhez az egész helyzethez. Önnek volt olyan, ahol elszakadt a cérna és pánikolt? Igen, volt az elején. Az elején volt, amikor beindult ez az egész, és tényleg az a első rész, amikor ilyen nyomasztó volt a helyzet, akkor igenis volt, amikor a kolléganőinkkel elbögtük magunkat, mert úgy gondoltuk, hogy ez szörnyű, hogy ezt végignézni, hogy úristen, mi lesz itt, hogy mennyire félünk, hogy tényleg nehogy valaki elkapja a közösségünkbe, hogy elkapjuk, akkor utána mi lesz. Tehát azért az elején nagyon rossz volt, nagyon. És mi volt az, emlékszik, mi volt az első, amin elbökte magát itt a koronavírusra kapcsolatban? Akkor, amikor elkezdtek közönlenni az emberek, és már maszkba, kesztyűbe, és mindenki vásárolt fel mindent, és mindenki próbált tartózkodóbb lenni, ugye az emberek az elején nem voltak türelmesek velünk se, eladókkal se, és ugye ott egyszer-kétszer szóltak olyat, amikor igenis az embernek hátrament, és azt mondta, hogy na most veszek két mély levegőt, és nem megyek ki addig a boltba, amíg meg nem nyugszom. A boltokban naponta legalább 5-ször fertőtlenítenek. Nyitás előtt, az idősek idősávja előtt és után, valamint délután és zárás után is. Ha azonban nagyobb a forgalom, még ennél is gyakrabban fertőtlenítenek. Mindent áttörölnek, például a kosarakat, a polcok fogantyúit vagy a kasszaszalagokat is. 9 és dél között a 65 év felettieken kívül senki sem mehet be a boltba. Ezért stábunk is az üzlet előtt találkozott a vezérigazgatóval. Mennyi idő volt egyébként az átállása? Nagyon gyorsan, pillanatok alatt kellett, napok alatt, órák alatt reagálni, vagy hogyan tudtak átállni erre az új helyzetre? Én azt gondolom, hogy az emberek megértették. Első perctől kezdve a kollégáink megértették, hogy egy változó körülmény az, ami befolyásolja az életüket.
elfogadták azokat a szabályokat, amelyeket be kellett vezetni. Ezek között voltak annál, és vannak annál drasztikusabbak is, mint amit mondjuk kormányzati szinten elő lehet írni. Nyilván mi az egész országhoz nem kell igazodjunk, a saját boltjainkhoz kell igazodjunk. Ilyen volt például, vagy a mai napig is él, hogy az olyan veszélyeztetett háztartásokban, ahol valaki együtt él olyannal, akinél felvetődhet a vírusfertőzöttség veszélye, őket otthon tartjuk, de ehhez hozzájárulunk rendkívüli szabadság biztosításával. Egyébként a többiek pedig elfogadták, hogy egy kicsit helyettük is kell dolgozni addig, amíg ez a helyzet fönnáll, és hát ezt a többletterhet is vállalták. A dolgozóik fizikai ellátottságán kívül itt most szerintem azért a lelki dolgokkal is foglalkozni kell, mert hogy pont az, hogy nagyobb teher, kora reggeltől otthon is nagyobb teher, gyerekek otthon vannak, ezt tudják valahogy kezelni, vagy erre ezzel foglalkoznak, vagy ránéznek ezekre? Legalábbis igyekszünk kezelni. A veszélyhelyzet kihirdetését követően a kormány is tett intézkedéseket, és azt mondhatom, hogy a mi cégünknél is az első perctől kezdve napi körlevelekkel, illetve utasításokkal alakítottuk át az életünket, de ezekhez mindig kapcsolódott egy olyan fajta vezetői levél is, ami arról szólt, hogy a dolgozóinktól egyrészt kitartást kérünk, másrészt megértést a vásárlók felé, mert mindenki szokatlan helyzetben van. Azt is nyilván az első perctől kezdve elmondtuk, hogy különösen nagy szükség van arra, hogy jó legyen a hangulat egy üzletben, hiszen visszahat a vásárlókra, tömegekre tudunk hatni, és mindemellett persze mindenkiben bizonyos félelemérzet ott volt, vagy talán még mindig ott van, és ezzel együtt kell helytállni, maszkban, kesztyűben, és kiszolgálni a vevőket. Most már talán nem akkora roham mellett, mint volt egy március közepi, vagy éppen már február végén elindult ez az egész, tehát nem egy olyan állapotban. Tehát mind a fizikai túlterheltség, mind pedig a mentális terheltség vonatkozásával is igyekszünk folyamatosan úgymond karbantartani a kollégáinkat. A munkáikat elismertük anyagi vonatkozásban is, a különböző cégek különböző formában, van, aki pénzbeni jutalommal, van, aki árúval, van, aki egyéb olyan juttatással, ami elismerést is jelenthet, vagy az elismerésnek egy anyagi fejezését is jelenti. És hát természetesen nem csak a dolgozóinkról ilyen módon próbálunk gondoskodni, hanem mindenkiről, a vevőinkről is. Abba teljesen biztos vagyok, hogy Magyarországon a Coop üzletlánc az, amelyik a legtöbb településen van jelen. Többek között ezért a veszélyhelyzet megjelenését követően elsők között tettünk felajánlást, mi magunk is, a mi cégünk itt Jászberénybe, de tudom, hogy Szolnokon is pont ugyanezt történt a kórházak részére, ahol is pénzbeli támogatást, alapítványi támogatást adtunk 1-1 millió forint értékben, illetve hát itt a város, illetve különböző civil szervezeteken keresztül áruval próbáljuk segíteni, áru adományokkal próbáljuk segíteni azokat, akiknek például a munkahelye veszélybe került, és hát nehéz anyagi körülmények között vannak. Tehát mind a vásárlói, mind pedig a dolgozói vonatkozásban igyekszünk egy kicsit a mentális jóléthez is hozzájárulni, már amennyiben lehet jólétről ilyenkor beszélni. Ez volt a Bolt Túra. Az adásunkat visszanézhetik a TV2 weboldalán. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Coop üzletlánc.